Július 21-én a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtti napon mutatta be Benkő Tibor honvédelmi miniszter Budapesten a Magyar Honvédség új szolgálati formáját, az önkéntes katonai szolgálatot. A lehetőséget elsősorban azon fiatalok részére hozták létre, akik idén felvételiztek felsőoktatási intézménybe, de a pontjaik száma nem érte el a bejutási küszöböt. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy most egy olyan új szolgálati jogviszonyt, formát hirdettünk meg, hogy akik a felsőoktatási intézményekbe nem nyertek felvételt, de szándékukban áll majd a pótfelvételire jelentkezni, vagy éppenséggel kivárni, és majd egy év múlva megismételni a jelentkezést, addig is találjanak lehetőséget arra, hogy a honvédség kötelékében helyezkedjenek el, kapjanak katonai felkészítést, és készüljenek a következő felvételi vizsgára. Az önkéntes katonai szolgálat 6 hónapos jogviszont jelent. Az első 2 hónapban a jelentkezők alapkiképzést kapnak a lakhelyükhöz legközelebb eső lehetséges helyen. Ez alatt az idő alatt a résztvevők a mindenkori minimálbérnek megfelelő juttatást kapnak. A második hónap után kérhetik kiképzésük speciális területen folytatását is, ebben az esetben már többletjuttatásra is jogosultak, azaz a mindenkori bérminimumot kapják havonta. A programra az országban minden megyében és Budapesten is biztosítanak helyszínt. Apáti Zoltán dandártábornok, a tartalékképző és támogató parancsnokság parancsnok helyettese ismertetőjében kiemelte. A jelentkezők az önkéntes tartalékos rendszeren belül teljesítik szolgálatukat, az alapkiképzést követően pedig már mint kiképzett önkéntes tartalékos katonákat tartják majd nyilván őket. Az önkéntes katonai szolgálatról részletes információk a honvédelem.hu oldalon találhatók.